Január 22-én a Magyar Kultúra napján díjakat, elismeréseket adott át az EGRI önkormányzat, az elismert szakembereket műsorunkban is szeretnénk majd bemutatni. Elsőként Tanyi Sándorral beszélgettünk, aki a Dobó István Bármúzeum régész asszisztense. Jó estét kívánok! És hát először is sok szeretettel gratulálunk. Ja, nagyon szépen köszönöm. Így van, gratulálunk. Menjünk egy kicsit vissza ennek a munkának az elejére, jó? Mert ha jól tudom, akkor 93 és 96 között, nem tudom, hogy jól olvastam-e, de majd kijavít, ha nem, hogy akkor polgári szolgálatos, katonai szolgálat ként került a vár közelébe? Nem, előtte is ott dolgoztam már. Ja, előtte is. 93-tól dolgoztam ott, és polgári szolgálat az 96. 96. 97 az egy olyan, nem volt egészen másfél év. Jó, tehát, hogy a rajzolóként kezdte igazából. Rajzolóként kezdtem, igen. Szerintem a nézők kevésbé tudják, hogy egy vármúzeumban, vagy egy bárban egy rajzoló mit csinál. Erről egy kicsit beszéljen nekünk. Hát, végül is az egész úgy kezdődött, hogy még főiskolásként a 90-es évek elején elmentem egy régésztáborba, amit a főiskolának egyik régész történész tanára, dr. Kozári József szervezett annak idején minden nyáron. Egy akkora várban dolgozó Ás Csilla régésszel, aki az egészet vezette. Ez egy ilyen kölcsönös kapcsolat volt jellemzően történész hallgatók számára, akik így belekóstolhattak az ásatási munkába, és akkor egy vagy két hétig minden évben boldogon egy temető részletet föltártak. Ez nem is tudom, 3-4 éven keresztül zajlott. Minden évben egy kicsit ilyen tovább ütemben, egy kicsit tovább, igen. És akkor én is oda elmentem, mert nagyon érdekelt valamiért, ahol hamar kiderült, hogy mivel én korábban műszaki szakközépiskolában jártam, meg a főiskolán rajzszakon végeztem, hogy az akkor előkerült, hogy a sírokat én egész könnyedén le tudtam rajzolni. Ezeket ott 1-10-es méretarányban kellett lerajzolni, nem csak úgy, ahogy az ember így ránéz és látja, hanem úgyhogy vissza. Tehát szabályok szerint fontos. Szabályok szerint, hogy vissza is lehessen mérni az egészet, és hát ez mégis annyira jól sikerült, hogy utána állást ajánlottak nekem, itt Egerben is, egy vagy két évvel később. És igen, 98 óta régésztechnikus és múzeológus asszisztens a várban. 93-ban kezdtem a múzeumban. 3 óta elnézést akkor. De pontosan akkor milyen tevékenységek tartoznak önhöz, hogy jobban el tudjuk így képzelni? Igen. Hát annak idején az autópálya ásatás kezdődött el, még az M3-as, ugye csak Gyöngyösig volt kész, ezt folytatták tovább, és akkor erre vettek fel engem is. A műszaki szakközépiskolában én geodéziát is tanultam, és ott ezt jól lehetett hasznosítani a régészeti szelvények kitűzésénél, illetve felmérésénél. Egy-egy ásatási helyszínen az volt a dolgom, hogy a ásatásnak a helyszínrajzát elkészítsem, valamint az előkerült objektumok, régészeti objektumok, ezek gödrök vagy házak, földbe vájt, ugye, hogy mondják ezt, ilyen dolgok, lelőhelyek, nem? Vagy hát, valami has, ugye? Mert hogy amikor ugye ezt, amikor kiásnak egy régészeti leletet, ugye lelőhelyként apostolik, és akkor azt le kell rajzolni, jól értem? Vagy magát, azokat a tárgyakat, vagy azokat a dolgokat, amiket találnak? Mindent dokumentálnak. Nem most tudtam, hogy van ér, hogy van ilyen munkakör. Igen, hogy nem a régészek rajzolják, hanem erre vannak. A régészek is rajzolják, szóval a régészek a képzés során mindenféle munkába belekóstolnak, de ez olyan, mint hogy egy mérnök is megtanul, gondolom, heggeszteni, meg, de végül nem az lesz a dolga. Jó, beszéljünk egy kicsit arról, mindjárt látni fogunk néhány képet az ön rajzaiból. Itt vannak. Mit látunk? Hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy mit látunk ezeken a képeken. Ezek egy végül is Szilvásárodi ásatás során előkerült fésűknek, vagy csontfésűknek a rajzai. Csontfésű, fantasztikus. Mennyire kell pontosan, tehát hogy oda kell írni, gondolom, a méreteit, az eredeti méreteit. A méretarány az megvan. De a rajzon nyilván nem mindent lehet életnagyságból lerajzolni. Tehát törekedni kell arra a fajta precizitásra, hogy minden, mint a fotószerűségre? Hát gyakorlatilag igen, viszont egy rajz az mindig magyarázza az ábrázolt dolgot. Tehát mondjuk egy még fotón nem lehetne ábrázolni a keresztmetszetét, mint ahogy most látjuk időnként a fésüknek itt rajzon meg lehet csinálni, valamint azokat a részleteket tudjuk kiemelni, amit hangsúlyozni kívánunk. Van, hogy ezek a régészeti tárgyak annyira kopottak, hogy a
rajtuk levő díszítés nem látszik. Ezt rajzban meg lehet csinálni, fotón nem. Fotón nem. Ezért fontos, hogy még mindig legyen ilyen munka, ugye, hogy ne csak fotózzuk. Meg végül is ásatási felmérés során azért, mert arra a rajzra, ami elkészül, rengeteg információt rá lehet rakni. Uh-huh. Ugye fel kell tüntetni az objektumoknak a mélységét, egy objektumnak a metszetrajzán, mert mindenről az is készül, hogy melyik réteg hol helyezkedik el, és akkor ezt különböző módokon el lehet jelölni. Fantasztikus. Ami... De hogy a, bocsánat, igen, hogy a múzeum ugye nem csak rajzokat készít, hanem sok más munkát is ellát, vagy tevékenységet ellát, ugye? Úgymond kis múzeum vagyunk, vagy vidéki múzeum, itt mindent csinálni minden kell. Kollega kiveszi a részét a munkából. Beszéljünk ezekről a munkákról, ugye azt már tudjuk, hogy egyrészt rajzokat készít, de ha jól tudom, illusztrációkat is, hát, jól gondolom? Ugye, itt lehetett látni a különböző kiadványokban, különülnek illusztrációk. A geodéziai tevékenységben is részt vesz, ugye? Jól tudom? Igen, ez az ásatások helyszínének a felmérése. Uh-huh. És ez mit akar? Tehát, hogy azért érdekel, mert hogy szerintem, főleg a fiúk, fiatal fiúk mindig vonzódnak egy kicsit a régészethez, mert az olyan misztikus, ugye lehet ezt mondani. Egy kicsit vázoljuk föl, hogy mi is ez, maga ez a munka. Hát a geodéziai részéről az, hogy a adott ásatás az visszakereshető legyen. Manapság ugye gyakran olyan helyen dolgozunk, ahol a lelőhely később megsemmisül, mert ráépítenek egy utat, valamilyen nagy épületet, és manapság ugye az ilyen beruházásoknak a beruházónak kell finanszírozni a régészeti feltárást, illetve a terület tulajdonosának úgy kell átadni a területet a beruházónak. Milyen nehézségek szoktak a leggyakrabban előfordulni a munkájának bármely ágával kapcsolatban? Az időjárás és a határidők. De... Az eddigi munkái közül melyik az, ami a legközelebb áll a szívéhez? Van ilyen? Végül is az első. Ez engem annyira kísért, hogyha nem figyelek oda annak a lelőhelynek a nevét, írom fel a papírra, és hiába akárhol. Vagy... Mindig az első, akkor a legkedvesebb. Meddig lehet ezt csinálni, ezt a munkát? Azért kérdezem, nem, és nem itt a nyugdíjra gondolok, hanem egyáltalán, hogy meddig... Fizikailag is ment. Így van, tehát hogy beszéltünk itt az időjárásról, végtelenség? Hát most az jutott eszembe, hogy ennyire rosszul nézek ki. Nem, pont erről beszélek, hogy nem akkorra, hanem egyáltalán ugye, hogy az ember mindig vágyik újra és újra és újra, de hogy ebben a munkában ez adott, nem? Hogy mindig egy új ásatás, egy új lelet. Újra, ami régi. Igen. Mindig másik van, és minden jelenthet újabb kihívást. De jó. Tanyi Sándor, még egyszer sok szeretettel gratulálunk. Én azt gondolom, hogy ez méltó elismerése ennek a munkának, és köszönjük, hogy megismerhettük egy kicsit ezt a munkát is, mert talán kevesebbet hallunk erről a foglalkozásról. Létezik ilyen szakma, és így van, gratulálunk. Köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük szépen.